Minden nap elolvasom a horoszkópomat, és egyébként minden nap van benne valami igazság. Bár, te súlytalan fasz vagy. ipon.hu. Már 20 éve veletek. Hú! Most pedig az este fénypontja következik. Find Your Best Fit, negyedik rész, Miskovics Mosómedve Mártonnal. Nem tudom, miért teszem ezt hozzá, csak mert egyszer nem tudtam a nevét, úgyhogy ebből van most vicc. 18 éven oldalak számára nem ajánlott. Szerencsére a Twitch ez bármit megenged nekünk, szóval hadd szóljon. Kompenzálom lent azt, ami nincs meg. Ja, aki nem ismeres, ott az egy randi műsor, amit a Gyurek szponzorál, és elvileg a Kreator TV-n kéne mennie, de... Valamiért nem ott megy. Kaktusszal ült be a csaj, meg mi ez a nadrág? Na ez a krumplizsák! Akinek szól, az tudja, hogy miért mondom. Na ez a krumplizs, na ettől hányok be. Felső testbe. És akkor ezen dolgozunk igazából. Nagyon sok eszközzel, súlyokat... Várjál már! Hát ez egy youtuber! Ő csinálja azokat a zenés remixeket, nem? Elment a Find Your Best Fit-be? Mondjuk nem műsorvezető. Tegyük hozzá. Kötünk fel, szép napot kívánok nektek, szevasztok, ez itt... Na várjál, nem ismerek föl senkit. Senkit. De mindenképpen kellenek még férfi alfák a műsorban, Miskovics Mosómedve Márton mellé, akik elnyomják az egyéniségét, személyiségét. Jó, hát akkor ez ilyen műsor lesz, rendben. Ő csinálta Végdori Buliból Buliba című dalát. Az a srác, ugye? Itt a TikTokerek? Nagyon kemény ez a bőrkapcsi. Find Your Best Fit, a Gyurex randi műsora. De pontosan miről is szól ez a műsor? Beküldünk fiatalokat egy hálószobába, azon belül egy ágyba, ahol van fölöttük egy jelzőfény, és hogyha ez felvillan, akkor automatikusan új randi partnert kaphatnak. Nagyon-nagyon fontos, hogy aki három körön keresztül kitart a partnere mellett, de sose tudjuk, hogy hanyadik kör van éppen, mert nem úgy mutatják, hanem össze van vágva az egész. Na mindegy! Abban az esetben automatikusan folytathatják a randiukat egy hotelben, amit a Gyurex biztosít számuk. És ugyanaz a béna lower third van bevágva, aki életében valaha bármit csinált After Effects-ben, vagy esetleg Premiere-ben, az most itt elássa magát. Megnézzük, hogy mennyire megyünk vékony jégre, és síkosító kérdéseket fogunk walkie-talkie-n keresztül bedobálni. Már el sem mondják, hogy mik azok a sikosító kérdések. A sikosító kérdés az az élet értelme. Az még a 42-nél is jobb. Még a 69-nél is. Nekik fülhallgatón keresztül halljuk, hogy... Aki nem tudja, hogy miért 42-t mondtam, az olvass el a Galaxis Utikalós toposoknak, vagy nézze meg filmen legalább. Miről van éppen szó, illetve látjuk is őket itt képernyőn, úgyhogy nagyon izgalmas az egész, de nem csak... Hát még jó, hogy látjátok őket, mert anélkül mit mondanátok? Egyedül fogom zavarni. Mondjuk hallani is hallhatják, és abból is ki lehet valamit hozni. Én ígérem, hanem itt van mellettem Bálint! Gálik úr a házban, sziasztok! Ez kicsit forszolt volt, Gálik úr, Bálint a házban. Jó, de értékeljük a magabiztosságot. Illetve még Karcsi is. Tík szoszi van. Úgyhogy én azt mondom, gyerekek. Szoszi van? Az menő? Vágjunk bele. Így be lehet köszönni, szoszi van? Hadd szóljon! Balázs. Balázs, téged már láttunk! Az előző valamelyik műsorban emlékszem, hogy ott volt, de nem emlékszem, hogy ő mit mondott, vagy ő volt, nem. Nem emlékszem, mit mondott. Na mindegy, ott van Balázs, és... Leja, szia! Leja! Mint a hercegnő, gyerekek! Mesélsz magadról egy picit? Oké, mesélsz magadról egy picit? Az jó lenne, Balázs. 27 éves vagyok. A 27-es szám az nekem egy ilyen, az egy ilyen, tudom, mindenkinek az életében van egy ilyen szám, hogy állandóan azt látja mindenhol. Excuse me? Mi van? Milyen számokat látsz mindenhol? Lehet, hogy az előző LSD tripped óta látod azt a számot mindenhol. Van olyan ember itt a cseten, aki mindig ugyanazt a számot látja mindenhol? Egy ilyen randin betolni ezt egy első sikosító, felvezető warm-upnak, not bad. Not bad, azt kell mondjam. Igen, valaki ezt, hogy 69-et látja mindenhol, de tehát 27-e, hát az hogy jön, az nem is olyan mémes szám. Miért pont 27? Miért ne lehetne tényleg egy 420 legalább? Ja, mert nem 420 éves a tag. Ájjájájájáj. Menjem. Akkor nem lehet, hogy én vagyok az igazi? Egyszerre ketten! Úgy lehet, kell! Vagyok az igazi? Kérdezz meg tőle, hogy hiszen az asztrológiában. Az asztrológiában. Mondjuk egy kicsit más téma. Nem sok köze van ahhoz, hogy 27. De lehet, hogy jártasabb az asztrológiában, mint én, szóval ő megmondhatja. Szoszi van, haver. Mr. Soszi. Asztrológiában, hogy ilyen horoszkópok, vagy hasonló. Mostanában minden nap elolvasom a horoszkópomat, de egyébként... És milyen csillagén vagy? Ajajajajajaj. Minden nap elolvassa a horoszkópját. Abból mire lehet következtetni? Amit nem tudom, több
10, esetleg 100 000, több 100 000 ember ugyanazt a szöveget elolvassa. Persze ez lehet egy hitbeli meggyőződés, ilyen dolgokat ténylegesen komolyan venni, vagy lehet, hogy csak fámból olvassa el, olyas, mint a, tudjátok, az újság végén a kis képregény. Lehet, hogy ezt így csinálja. Halak. Ezt azért kérdeztem amúgy csak meg, mert amúgy csillagászatot tanultam, és Azt kurvára nem az, az nem asztrológia. Na, vagy hát végül is? Az nem asztronómia? Mindegy. Ez egyik az egy kicsit vallásos, meg ilyen spiricuc, a másik meg tudomány. De végül is ugyanaz. Amikor azt kérdezik először, hogy mi az horoszkóp. Akkor, ha már így mondtad. Mi volt ez a vágás? Nem is láthattuk, mi történik. Annyira nem fontos megvárni. Gasztronómia, az lesz a szkálmán. Ha csillagászatot tanulsz, akkor mesélsz egy picit így az asztrológiáról. Ez jó volt. Uff. Én mint a húzat rácsapnék arra a lámpára, tök mint, hogy világít-e. Balázs okosnak tűnik. De semmi köte nincsen hozzá. A lámpát fogjad meg, ne neki magyarázz! Ott van ez a lámpa, tartsd rajta a kezed, amint felgyullad, te leszel az első. Hát így is lehet csítelni. Belemondani a csaj szemébe? Hát ez nem segít, ott fog ülni előtted. Jaj, de nagyon aranyos ez. Valami azért mégis van. Omega cringe. Ez a legjobb ideig. Ez a conversation. Jobb, mint a láthatatlan kémia. Menjünk akkor tovább szerintem. Szegény lány. Csillagjegyek. Annyi van, hogy nem 12 csillagjegy van, nem 13 is. De szerintem egyébként az ilyen, így bebeszélem magamnak. Ez gyanús volt! Gábor! Nem, Gábor, Balázs! Szegény csávó, ott izzad ezzel a lányjal, és látszik, hogy a kémia az nem fellelhető, a láthatatlan kémia az ott nem bontakozik össze. Jaj, ez nagyon cringé. A lajbogyós gyerek veri őket cringe-ben. Szerinted igen? Nem tudom, szerintem ez a lány, ez most itt nagyon nem passzolt rá. Ezzel az asztrológiával eléggé befürdött. A csáv az nem akart rapportot törni, ő már lámpát törné ki könyökkel, izomból. Mert minden nap elolvasom a horoszkópomat, és egyébként minden nap van benne valami igazság. De nagyon kringé! Úristen, végfutott a hátamon a borzadály. Mindig van benne valami igazság. Igen, azért írják, mert ilyen potom egyszerű dolgok vannak, amit bárki elhisz, hogy igaz rá. Nézd meg mondjuk a halak helyett a nyilast, meg a bakot, lehet, hogy ott is találsz olyat, ami pont olyan, mint hogyha te csinálnád, vagy te életed lenne. Csávó az már, mint egy ilyen moly, úgy fog rá fog szopódni a lámpára egybe, amint meglátja, higgyetek el, hát nyilván tudjuk mind. És te hiszel benne? Cirip, cirip. Nem. Ennyi! Ennyi! Oké. Okay. Ne haragudj, Lea, ez nem volt valami mesés produkció. Kérlek, hagyd el a szobát! Bocsi, de beszélj! Örülök, hogy találkoztunk. Én is. Nem örül Balázs, abszolút nem. Balázs, a mélyre tetted ki, mondd el nekünk. Nekem ez a asztrológiás csillagképes, ez nagyon sok. Adlak Balázs, nagyon. Nekem is nagyon sok lenne. Nem is az, hogy sok lenne, de itt össze-vissza beszélt minden szegény. Irigy vagy, hogy neked szar a horoszkópod. Így vagyok, hogy nekem szar, nekem nagyon rossz, persze. Én is minden nap elolvasom, és annyi igazságot találok benne, olyan fontos része az életemnek a horoszkóp. Egyébként aranyos dolog, de azért nem. Én se gyulladnék fel tőle. Fók vannak érzem. Oda lenn. Az egyik az tudomány, a másik az meg humbug. Küldjük neked akkor a következő aranyt, jó? Menjen. Balázs. Ó, ne, itt van a krumpli zsággatyás hölgy. Hány kiló csirkét eszel, nem mondom, hogy így nap vagy. Ja, mert hogy izmos. I see. Egyből. Menjen a body shaming. Persze. Első kérdésből egyből. Mennyi csirkét eszel meg egy nap? Te akkora darab csávó vagy. A jó életben már hányat? 10 kilót eszel meg egy nap? 15-öt? Nem a. Mi a horoszkópom? Talált ki. Hát egy ilyen kiló húst szoktam átfogyasztani, de nem szoktam csirkét tenni. Hát akkor én nem sütnék neked. Jesszusom, hát én biztos nem főznék rád. Nem is kell, magamnak csinálom. Nem is kell, magamnak csinálom. Balázs, veled meg az a gond, hogy túlságosan komolyan veszem mindent. Szóval, Balázs, mit kellett volna válaszolnod? Nézzük meg. Nem sütnék neked. Jesszusom, hát én biztos nem főznék rád. Én se rád. Na, ezt kellett volna csinálnod, Balázs. De ehelyett mit csinált? Nem is kell, magamnak csinálom. Na, Balázs, ne legyél már ilyen kedves. Nagyon hely. Sőt, defenzív. Hol edzel? Mennyit edzel? Heti 5-6. Na. És amúgy milyen lányokat szeretsz? Edzős, vagy inkább ilyen háziasszony? Az ilyen edzős lányokat szereted inkább, vagy az ilyen nagyon ilyen tyúkanyokat, vagy... Balázs, van két választási lehetőséged. Tyúkanyokat szereted, vagy a kacsahúst? Válasz. Légy szíves, válasz.
Oké, okay. edzős lányok, jó. Az is egy kaszt végül is, a kaszt rendszerben. Nem azt nézem, hogy edze valaki vagy sem, hanem nyilván, hogy milyen. A csávó túl korrekt ez a műsorhoz. Őt valahogy nagyon begyinázták ide. Szegény lehet más várt ettől, de nézzetek meg azt a gonterhes fejet. Olyan, mintha egy ilyen jótevő lenne. Balázs a jótevő. A jótevő, jótevő. Ez nagyon rossz volt. És mennyi idős vagy? 57 éves vagyok. Az előbb volt, hogy 27, csak még nem voltál a szobában. Nehogy már megint visszatérünk a csillagászathoz, vagy az asztrológiához. Ami teljesen tökéletesen két ugyanaz a dolog. 27. 27? Hát 27 vagyok. Most el kell, hogy mondjam, és nagyon sok csirkét eszem. Ja bocs, nem eszem csirkét. Mennyinek nézlek? Nem baj a korkülönbség, nem? 19. Szerinted amúgy most egy kislány vagyok, vagy mi? Ilyen kislányos vagyok? Aha. Tényleg? Aha. Miért? De ugye nem baj a korkülönbség. Nem, amúgy 21 vagyok. Ja, hát ez a két év az nem volt sok tévedés amúgy. És szegény, full korrekt volt végig. Azt mondta, hogy 19, a csaj meg... Mi van? Mi a takarsz? Balázs! Pifalámpa, egyből! Két évet tévedett a tag! Na ez a tanulság, srácok! Egy évet se lehet tévedni. Egyet sem! Ja, azt itt értem, hogy csaj tipik twitteres rinyálós. Egyébként milyen önérzete lehet, nem? Nem tippelted jól meg a koromat, bazeg. Mehetsz haza egyből! Vége! Vége köztünk mindennek! Durva a hölgy. Rendben, várom a következőt. További sok sikert! Szegény csáv, Balázs nem fog visszatérni ebbe a műsorba, úgy érzem. Ez nem volt neked jó kaland. Köszönöm, szépen, nagyon örültem. Szia. Csáv. Nem éreztem annyira a kémiát, de nyilván nem ez a legfontosabb. Úgy néz ki, hogy Fanninak senki sem. Akkor mi a legfontosabb? Az, hogy hány éves vagy? Vagy mi a kémiánál mi fontosabb? Az aranyrudak? A Fidesz? Megfelelő, de reméljük, hogy a következő majd az lesz. Vagy az lehet. Hello. Oh! No! Micsoda dolgok vannak itt? Bevállaltak egy ilyet? Ebben az országban? Wow! Nagyon trendy. Akkor vagy mind a kettő biszexuális, vagy csak a jobboldali krumplizsák. Ban heverő hölgy. Wow. Hello! Hogy hívnak? Fanni vagyok, és te? Én Stefi vagyok. Stefi. Szia, Stefi. Szia. Gondoltad, hogy Stefania egy... Stefania vagyok, igen. Hát ez majdnem Fanni. Nem teljesen értem, hogy van ez a műsor megcsinálva. Nem értem. Felnőtt tartom ezért. Ja tényleg. Ó. Nem lehet homoszexualitást megjeleníteni. Most nekem is ki kéne írnem a streambe? A 700-át. Úristen, illegális stream! De nem, hát ott van a karika. Látjuk. Mindenki látja, ugye? Látjátok, ugye, akik lehallgattok mindenkit. Ugye, látj, ott van a karika. Ott van, ki van téve le? Például rendesen ott van. Stefánia, Fáni! Fáninak ne szólítson senki. Lehet, hogy nagy vagyok, de nem vagyok kis elefánt. Mondd, hogy tetováló vagy. Tök sok tetkód van. Tetováló, igen. Hát annyira nincs sok neki, de attól még lehet tetováló. Ezek az a sok mindenről tudnak kezdeni egy doboz ajándékószerre? Mi? Hát, figyelj, azért az a sok mindent össze lehet hozni. Ők ketten, igen. Valószínűleg a Durex nem segít azon, ami neki kell, de figyelj, vagány, hogy bevállaltak egy ilyet a műsorba, csak bármint én nagyon pozitív vagyok a dologgal kapcsolatban, remélem, hogy ti is, mindenki nagyon megértő, abszolút nem zavar, csak fura tényleg, hogy a Durex, most már itt így meg is lett említve, hogy a sikosító az még játszhat, de igen, az óvszer az nem tudom, az így kevésbé annyira. Minden homofóbiát azt nagyon durván ledurrant a Kálmán. Két munkám van, az egyik a tetoválás, a másik pedig egy ilyen festi-restaurátor csapatban vagyok benne. Én nagyon úgy érzem, hogy megvan köztük a szikra, kémia, a harmónia. A harmónia. Stefi, kérdezd meg a Fannit a legutóbbi kapcsolatára. És milyen volt a legutóbbi kapcsolatod? Jó. Ezért jöttem, látjátok, hogy így zavarjak. Úgyhogy több mint egy évig tartott, vele jeltem el. Lehet, hogy ezzel nem a Creator TV megy a rész. Úristen, szörnyű, nem, hogy ilyenek vannak. Milyen aljas dolog, hogy csak emiatt mondjuk, csak Miskovics Mosomedve Márton csatornán lehet ez kitéve. Hát ez szörnyű. Amúgy már ez szomorú nekem. Hát ez egy nagyon komoly pillanat a streamnek. De rendben, de legalább felkerült az internetre. Amit köszönünk. Először így külön otthonról, ugye csak 21 vagyok, szóval nyilván nagyon nehéz volt. A mai napig néha az, de... Nincs túllépve. Nem lépett rajta túl? Akkor így. Kérdezd meg tőle, nem lépted rajta túl? Igazából te túl vagy rajta, vagy nem vagy rajta túl? Hát ez nagyon hullámzó, én úgy érzem, hogy többnyire igen. Hát hullámzó. Hétfőn túl, kedden nincs. Szerintem túl, és akkor megint nincs.
Hát ez poénos volt. Örülök, hogy a műsorvezetők is jól érzik magukat, és tudnak hozzáadni a témához. A jobb oldali srác, szoszi ember, ő egy kicsit pilleg. Lehet, hogy már elfáradt. Vagy valami nagyon durva cuccom van. És te milyen vagy egy kapcsolatban? Mert, hogy... Hát Kálmán, azt már korábban is azért felfejtettük, több dologból is kiderült. Tehát minden szponzoráció azért így kb. Köthető valamilyen szinten. Nem az összes, de a legtöbb ilyen állami szervekhez, cégekhez, stb. Most úgy értem, hogy mennyire vagy hűséges típus. Hát én alapvetően nagyon ismerkedős vagyok, és kifejezetten flörtölős. Úgyhogy... Nekem őszinte, figyelj, ez lesz, hogy értékelni kell. Ilyenkor még hazudni kell az első tizen. Akkor mindenki csak szép. Szóval akkor flörtelsz, miközben kapcsolatban vagy? Kicsit. Oh, I see. Hát emberek, erre nem tudok mit mondani. Önmagát adja valaki, és befürdik egyből? Na, ilyen az ismerkedés, gyerekek. Ne adjátok sose önmagatokat, mindig hazudjatok az utolsó pillanatig, ragaszkodjatok az összes hülye hazugságotokhoz, mert úgy érdemes. Egy l***azt. Igazából jól tette, csak nem tudom, ebben a műsorban annyira nem állt jól neki. Mert igazából fura, hogy szimpatizáltak egymással. Szegény Steffi Est. Steffi Est, az kell. No! Jöhet is a következő, Randi. Hola! Marci. Hola! Hello, nagyon jó. Nem mondja senki, hogy milyen szép az a nadrág. Direkt a műsor miatt vettem. Neked egy virágot. De édes vagy, köszönöm. Egy kaktuszt egy lánynak? Az nem valami durva sértés? Lány, kedves lány csetelők, meg tudnátok mondani, hogy a kaktuszt ad nektek egy férfi, akkor az a mit tudok kezdeni? Igazi? Így van. Egyáltalán nem az. Mesélj magadról, ki vagy, mit csinálsz? Művirág. Műkaktusz. Első randira ajándék. Húha! Jó, de hogyha neked visznek kaktusz, kedves Rózaregon, arra válszolj, na arra mit lépnél? Mi lenne az első reakciód? De nem állsz, hogy valaki szereti a kaktuszokat, így unblock, hogy kapná az első randin egy férfitől egy kaktuszt a kezedben. Szállás, hogy hol laksz? Ki vagy, mit csinálsz, hol laksz? Én lakom Budapesten, okay. Így teszem fel. És mondjuk, hogyha én beköltöznék nyáron, akkor eset... De nem azt jelenti, hogy nagyon szúrós vagyok. Valami ott lenne, nagyon szúr! Szerintem kedves? Hát lehet. Neked tetszik, rendben. Mindenkinek bejön? Miért nem jön be senki úgy, hogy hát te ki vagy? Nem tudják, mit kell csinálni. Ez a nagy probléma, nem tanultak a mesterektől. Esetleg abban benne lenne, hogy együtt lakunk, tehát ilyen művész arcok, vagy ilyesmi, tehát hogy mondjuk így három ennyire levél, hogy művész vagy? Miért te is akkor művész vagy? Persze, nagyon gyönyörű tetomásom. Te is művész vagy? Uh-huh. Milyen művész? Bűvész vagyok. Művész, én egy kalapokból szoktam kiúzni a nyulakat. Uh-huh. Oké, okay. Jól reagáltad a srác, de tudjuk, hogy a YouTuber, úgyhogy ő jól nyomja. Hát az azt jelenti, hogy megtaláltad a testvére titkos bázisának segét a szádban Momo és Kasszás Erzsi segítségével. Köszönjük szépen az értékes hozzászólást. Kaktusz szúrós kuki jele, az alfahím az a jelző, hogy mennyire domináns, rendben. Hát akkor kaktusszal kell járni az utcán, Petyó. Ilyen bűvész vagyok. Hát, a kalapos rész, az kamu volt, ez egy vicc volt. Miket sportolsz, Marci, mert nem tűnsz túl sportosnak. Sportolsz valamit? Igen. Nem úgy tűnik. ezek nem a te szavaid, tehát hogy ez egyértelmű. Kompenzálom lent azt, ami nincs meg felső testben. És akkor ezen dolgozom. Mi van? Kompenzálom lent, ami nincs meg felső testben? Tehát giga méretű lőcsön van, viszont tyúk mellém. Így is lehet? Így is lehet tolni? Azért kellett a kaktusz is, nem a csaj kezébe. Alul valami nagyon nagy dolog lapul, vagy lakozik, felül semmi nincs, ami tetszene, de alul, na ott van az igazi kincs elrejtve. Lehetséges. Bármi lehetséges. Bréko. Igazából nagyon sok eszközzel súlyokat kötünk fel. Ezt most komolyan mondtad? Igen, van ilyen, hogy pénisz súlyemelés. Most ezen mit akadsz ki? Nem. Kérdezz meg tőle, hogy az anyukájával milyen a kapcsolata. A brém az égér, minden nap locsolom. Ilyen égigérő pénisz, passzulj. Milyen édesanyámat. Ennyi. A kapcsolatot. Kitűnő. Igen? Imádom édesanyámat. Csak így random. Ne hallgatám. Hát ez nagyon lehangoló. Csávó tök jó nyomta. Hallod? Én randiznék vele, tesó. Én nagyon tolnám. Adsz kaktuszt, akkor minden jöhet. Hát, nem talált be, úgy tűnik. Kedves Fanninál. Fanninak se jó minden. Semmi nem jó Fanninak, valljuk be. Ezt megtartható. Azért, mert hosszú haja is fel van kötve. Mi rejtetted ki, ha szabad kérdezni? Azért ejtettem ki a Marcit, mert nagyon szerteágazó témákból folyamatosan így belement, és olyan volt, mintha nem tudott volna így koncentrálni se rám, se magára, se arra, hogy mit akar mondani. Szóval azért szavaztam ki a srácot, mert jó arc volt. Ja,
Nem bírom a jó arcokat. Egyáltalán nem. Csak azokat bírom, akik nem jó arcok. Marci jó arc volt. Mennie kellett. Értsétek meg. Á, baszki. Az elsőnél leengedte. Szomorú, nem? Tényleg szomorú. Semmi baj nem volt vele, bár rossz olyat nem bírom. Jaj, hogy a srácok volt hosszú haja egy kicsit. Hogyan már? Halló! Én téged... És beküldenek még egy csaj. De most akkor konkrétan ő neki lehet, hogy nem is jönnek be a srácok. Oh fucking Christ. Figyeljetek, ez a show, ez most egy kicsit cincálja a lelkemet. Nem, húgyos zacskó, nem azért. Én már láttalak a telepen. Nem mondod, hát mondjuk ott elég valószínű. Szia, Fanni vagyok. Örülök, hogy akkor most nem csak a telepen talizom. Úristen, de... A telepen? Nem akarom azt kimondani, hogy drogtanya, de most valamiért kimondom. Milyen telepen? Lakótelepen? Telep-telepen? Persze, akkor csak szép a nevem. Rendben. Hát figyelj. Hát, igen, mert hogyha Alice Pesti Laki, az annyira nem hangzik ki. A szép Laki, az jobb. Az egy szép név. Benne van, egy szép. Ó, zsír. Menjünk. Hát ez is rossz. A telepiányok. Azaz, krektanya, az lesz. Felső. Az felső. Kaptam, akit kiejtettem. Imádom. Főleg a sztoriát. Mi nagyon egy hullámhosszon vagyunk már most. First impression, az így. Elég jó, az van, bébike. Bébike! Ah! Na, ez cringe volt. A telep madácson egy kocsma. Ja, ennyire egy lingóban vannak. Hát akkor konkrétan ismerik egymást. Akkor biztos flörtöltek, hogy szervusz, Bobby uram. Remélem, hogy minden rendben. Ott ilyen lányok vannak? Ott megy az ilyen csiszi-csuszi? Ilyen surlódás? Rendben, hát akkor valószínűleg egy helyről kerítették őket. Bébike. Én is ilyen bentézős vagyok. Rajta most már az adavakerava se segít. Rendben. Hát jó. Sajnálom. Csomó embert. Imádom, ha lebébikéznek random lányok. Mert olyan önazonosnak tartom azt, hogyha lebébikéznek. Az azt jelenti, hogy én vagyok a lány. Mit jelent az, hogyha lebébikéznek? Bébike. Hával nyilván. Zavarba hoz. Oh. Oh. Kérdeznek tőle is, hogy mivel foglalkozik. Mivel foglalkozik? Ez nagyon síkos ez a kérdés, valóban. Gyerekek, ezt a műsort végignézzük most már. Elfoglalkozom, baby. Bébe. Modellkedem, képzeld el. Nem lett meg amúgy, szép vagy. Kiba... szép vagy. Oké, hát úgy érzem, hogy itt a kémia az megvan. Mind a kettő oldalról. Mindenki szereti a másikat. Nem állunk meg Zimmerion, mert folytatnunk kell ezt a nagyon vicces videót, amiben mi most itt fröcskölődünk együtt, és ez a két lány meg szépen összejön. Múltkozom, megrászolom? Aj, most nagyon sztoriba vagyunk, az a helyzet. Stream elején ide tudnál jönni? Mondjuk jövő kedden? 7 órakor, ez első dolgom lesz válaszolni, csak emlékeztes, kedves kis Rafi, köszi. Meg táncos vagyok amúgy. Táncolsz? Aha, egy ilyen kortás balettos dolog. Úristen, sikosító kérdés, könyörgöm, mert most már nagyon kéne. Most ezt bele kell rondítani valakinek. Igen. Gondoltam. Este 7, halló. Már csak azt tettek, érted? Mesélj már a tetkóidra, már rögtön, ahogy beléptem, kiszúrtam őket, mert imádom a tetkókat, szóval így. Igen. Azért nincs neked egy sem? A legdögösebb dolog. Még elég pucér vagyok, szerintem. Én úgy tetoválok. Igen? Aha, és... Nem varnál rám valamit, Léci, valamikor? De! Nem varnál rám valamit valamikor? Apacuka lesz ebből, valamit biztos rá fog varni. Jó, hát ez lehet, hogy egy ilyen legit, komoly, serious kérdés volt. Ingyen varrás. Nyomjunk egy session-t. Egy session. Nincs happy finish. A tetoválásnál van happy finish? Szétégetik a hátad után, amíg meg is basznak? A tetováló szalomban? Nem hallottam még róla, de nagyon egzotikusan hangzik. Azok a lányok, akik azt hiszik, hogy hú de alterek, de úgy néznek ki, mint az összes többi hú de alter, konkrétan nadájuk is ugyanolyan. Figyelj, én ebből nem ítélkezem, de valószínűleg a személyiségük az olyan, amit leírtam. Ettől függetlenül ebben a műsorban most ők a sztárok. Basszus, pedig abban reménykedtem. És neked vannak tetkóid? Van kettő. Kettő! Minek nézel engem? Na. Figyelj, itt van egy ilyen, hogy nem paravágott, tesó, mindegy. Szóval ne ezt mondom, a mondatot... Úristen, de flegma cica. Ez kicsit nekem too much. Azt gondolom, túl szemérmes vagyok ehhez, gyerekek. Nem bírom olyan könnyen nézni, mint az eddigieket. Ez a két lány kringébb nekem, így kb. Így ezt nézni, hogy ők kibontakoznak, mint amikor azt láttuk, hogy Balázs szenved az asztrológiától. Kringébb nekem. Ugye a flagmaságnak a mondata konkrétan, és igen? Figyelj, nem rendes tetkó, mert már vetközöm, de figyelj, azért, mert ilyen helyen van a másik tetkóm. Ne. Nope. Hű apukám, ez apacuka volt. Kicsit tovább tekerek, ha nem baj. Oh no, mi lesz velem? Flegma cica. Show me that pussy! Az volt, igen, és meg is történt, úgy tűnik. És akkor te modellkedsz, igaz? Aha, igen.
Nem kell több kémia. Itt már sikosító kérdések, az elmúlt 5-10 percben egy se volt. Hagyják őket kibontakozni. Tudják, hogy ezek egymásra fognak találni. És ez mennyire komoly? Hát... Igen, én is mindig megigazítom. Amúgy már 3 éve, és most megyek Shanghaiba is emiatt, de engem őszintén kicsit zavar ez az ilyen modell téma, hogy mindenkinek ilyen tökéletes vékonynak kell lennie, meg nem tudom. Hát így rád nézek, én is úgy velem barjártát, és így... De én jól nézek ki? Jól nézek ki szerintem. Szerintem nagyon jól nézel ki. Köszönöm. Úgyhogy szerintem ezt te nem baj, majd oversize modellnek megyek. Annak meg túl csini vagy, szóval hagyjad is. Ja, úgyhogy szerintem... Oké. Oh. Azt tökéletes, hogy most már így amúgy egészen elkezdte a világ így elfogadni, így ebben a szakmában is azt a... Érjünk már a végére, kicsit kellemetlen nekem. A szétlányokat igazából nem azon a rexiásokat. Nincs minden. Nagyon egy hullámosszom vannak. Annyira jól nyomják, hogy az elképesztő. Igen, és semmit nem tesztek hozzá, továbbra sem. Egy kis poén, egy kis valami, kis fortét bele kellene csempészni, hogy a műsort csináljuk, úgy, mintha egy műsor lenne. Nem érzem a feszkót, így a srácokból, csak hagyják a lányokat nyalifalizni. Oh, boy. Most kellenénk ide, nem? Szerintem amúgy ide mehetünk is. Amúgy, ja, amúgy ez egy okos gondolat. Te már most a fejemben van 10 különböző randi veled. Simán. Két perce ismerlek, basszus. Hát heti egyet beállunk. Simán. Amíg ki nem megyek, minden héten. Heti egyet? De olyan sok ám. Komolyan gondolod? Komolyan gondolom. Jó, és mikor mész ki? Júli elején. Ezt nem szabad megszegni. Tényleg nem. Én amúgy ebben nem. Én nem akarom megnyomni. Én sem, én túl biztos, jól éreztem valóan, szóval... Srácok, bocsi, ezt most nem. Egymásai lettünk. Igen. Nyertetek! Ti vagytok a győztes pár! Kaptok egy karton Durex kotongumit! Yay! Miskovics Marcitól. Az a kezdő, hogy milyen rossz, hogy a modellek vékonyak kell lenni, egy perc múlva közötti dundi modellnek túl szép a másik. Ne is okoskodjunk mi itt. Szerintem ők tudják, hogy mi a téma. Ők egy nyelven kommunikálnak, és az nem a mi nyelvünk. Valamennyire ez jött át nekem. Jó, hát az van is! Alright. Gyerekek, összehoztuk őket. Nem, ti semmit nem csináltatok, az ég egy adta a világon, csak meghívtátok őket a műsorba, de már a telepről ismerték egymást. Mi a nyeremény? Eltöltetnek egy estét valahol, a valamilyen hotel támogatásával. Luffynak jó lesz, az biztos, el tudják Luffy bombázni, vagy milyen vízi bombázni. Fixozzon, összenyomtuk őket. Hölgyek, urak, ez volt a Find Your Best Fit műsor, én nagyon jól éreztem magam, szerintem a srácok is, igen. Hatalmas volt. Az eleje jó volt. Köszönjük szépen a résztvevőknek is, illetve nektek is, hogy néztetek. Linkek a leírásban, mindenképpen nézzetek le oda is, és hogyha ismerkednétek, vagy éppen ti is keresitek a páratokat, akkor azt a megfelelő off-szerrel tegyétek. Ahogy a két hölgy is teszi majd, a műsor után. Megfelelő off-szerrel fognak majd nekiállni. És Miskovics Marcinak a csatornáján vannak linkek. Royal Mediterrán, aha, itt van azért, ő beadta. Cool. És akkor milyen szerepet tölt be majd a Durex? Aha, valaki más is gondolt már erre. Szerintem tök cukik voltak együtt, tök jó. Hát igen, ezt adom.